Június 6-án csütörtökön délután egy előadás keretében ismertették a BioDry technológiának a működési koncepcióját a Marosvásárhelyi Inkubátorházban. Az eszközt a kapilláris nedvesség negatív hatásai ellen használják világszerte 27 országban. A bemutatón azok a meghívottak vettek részt, akik használják vagy érdeklődnek a technológia iránt. Az összejövetel célja a népszerűsítés volt. A technológia népszerűsítése a cél, szakembereket hívtunk meg, tervezőket, mérnököket, kivitelezőket, olyan személyeket, akiknek a szakmájában ez egy fontos kérdés. Az új technológiákat ismertetni kell, tehát hogyha egy szakember valamilyen problémát akar megoldani, akkor kell ismerni azt, hogy milyen lehetőségei vannak, milyen anyagokat vagy milyen technológiákat használhat. Úgyhogy végül is ez egy népszerűsítés, egy ismertetése egy olyan technológiának, amiről ők még az iskola padjaiba, az egyetemen nem tanulhattak, hiszen ez 15 éve van a piacon. Úgyhogy megismertetve így őket a technológiai újdonságokkal tudják használni a saját munkáikhoz. A kapilláris nedvesség okozza a falakban a salétromosodást, amely olyan régi épületekben van jelen, amelyeknek nincs jó alapszigetelése. Országunkban ez egy elterjedt probléma, azonban sokan nem tudják, hogy létezik rá egy páratlan megoldás, a BioDry rendszere. Az eszköz hasznossága abban rejlik, hogy a falak kiszárítását úgy valósítja meg természetes módon, hogy közben megszünteti a nedvesség okát. A kapilláris nedvesség egy nagyon elterjedt probléma, mindenféle régi épületet érint, hiszen ezeknek nem volt vízszintes vízszigetelése. Úgyhogy nagyon sok ember, intézmény küzd ezzel a problémával, és sokan nem tudják azt, hogy most már létezik egy olyan non-invazív megoldás, amit beszerelhető az épületbe, és anélkül, hogy felfordulást okozna, ki kelljen költözni, megoldja ezt a problémát. A BioDry technológia garantálja, hogy véglegesen szárazon is tartja az épületet. A nyírkos, vizes falak a rossz látvány mellett egészségünket is nagyban károsíthatják. Ennek a forradalmi svájci technológiának köszönhetően azonban adott a lehetőség arra, hogy az épületek visszanyerjék eredeti, egészséges állapotukat. Az érdeklődők a biodryromania.ro honlapon vagy Marosvásárhelyen a Dózsa György 15 szám alatt vehetik fel a kapcsolatot a szakemberekkel.